Tisztelettel kérem a melegítő pályán felsorakozó fogatokat, hogy a Póli 2-es fogatok Gúzs József, Tojka Mihály, Gregszag Erdő, Németh Zsolt sorrendben vezessék fel a fogatokat, őket az 1-es fogatok kövessék Fülöp Adrien, Kisfanni, Szabó Alexandra, majd a 2-es fogatok Tóth Attila, Németh Béla, Sziki Sándor, Fűzfa János, Makocsi János, Makulicki Rihárd sorrendben, és akiket természetesen nem említettem, Zágogyáriár, Kizoltán és Kiskü Makulicki Zoltán másik fogatával úgy. Virág Lászlót kérjük még, hogy szíveskedjen besorolni a felvonulók közé. Akit nem említettem és jelen van, azokat is kérjük, hogy soroljanak be. Kedves közönségünk, az induló hangjaira felsorakoznak önök előtt mindazok, akik a mai versenynapon Wikijóson megmérettették magukat. Kérem, köszöntsük őket tassal! Előttem szóval elmondták, másfél év után rendeződött meg a verseny, és
sajnos egy tonta verseny, mert a díjutató szakákat most nem tudta megmutatni magát, de jövőre reméljük, hogy őket is szívesen látjuk itt. Szeretném megköszönni az Aranykalász Lovasklubnak, hogy ezt az élményt megadták nekünk. Rövid idő alatt kellett megszervezni ezt a versenyt, de én úgy érzem, becsülettel helytáltak. Látni az embereket, a mosolygós arcokat számunkra nagy öröm, hogy megrendezésre került ez a verseny. Tegnap egy kicsit megijedtünk, mert leszakadt az ég, de aztán elnök uram, beszéltünk, hogy pár évvel ezelőtt kutat fúrtak ide a fasorba, azóta nem kell használni. Tehát újkígyósi lovasnaphoz hozzátartozik az eső is, ennek körülnek a gazdák is, és a gazdák is ki tudnak jönni, mert ilyenkor nem tudnak semmit csinálni. És azért várjuk is szeretettel őket a lovasenyre. Én ennyit szerettem volna mondani, és a közönségnek is hálást köszönhetünk, hogy eljöttek, mert egy akármilyen sportesemény nézők nélkül sajnos tudjuk, hogy nem sokat ér, de a jelenlétükkel megtiszteltek minket, és kezdődben a diákodat. Tisztelettel köszönöm polgármester úr szavait, és megkérem, hogy vegyen részt a díjátadásban. Kedves versenyző, kedves közönségünk, a Tóri 2-es hovatok C-kategóriás akadályhajtás versenyszám díjátadásával kezdjük a mai ünnepi pillanatokat. A Tóri 2-es hovatok C-kategóriás versenyében Bús József, a Motorlovas Klub Sportes Egyesület vezetője végzett az élen. A díjátadásban Bocsánszki Pál polgármester úr és Zalai Béla versenybíró úr vesz részt. Második helyezett lett ebben a versenyszámban Póni 2-es fogatával Sztojka Mihály, az Orosházi Szabadidőpark és Lovasport Egyesület hajtója. Harmadik lett ebben a versenyszámban, szintén az Orosházi Szabadidőpark és Lovasport Egyesület hajtója Grexa Gergő. A Póni 2-es fogató között Németh Zsolt Ervin. Gratulálunk a Póni 2-es fogatok győztes és helyezett hajtóinak, egy tapsot megérdemelnek. A megyei bajnoki forduló az 1-es fogatok számára is jelentett pontokat a újkígyósi versenyen. Az 1-es fogat C-kategóriás versenyszámban Fülöp Adrien, a Berényi Lovasbarátok Egyesületének hajtója lett az első. Most a segédhajtó helyén foglal helyet a fogaton. Második helyezett Isfanni, a Széchenyi István Lótenyésztő Egyesület gondolos versenytője. A
Harmadik helyezett Szabó Alexandra, a Siórépi Lovas Egyesület Gyula versenyzője. Érdekesség, hogy ebben a kategóriában csak hölgyek indultak, viszont tudniuk kell, kedves közönség, hogy a lovasportban nincs külön női és férfi versenyszám, itt a nők és a férfiak egyenrangúként vesznek részt a versenyben, valamennyi lovasport szakákban. Gratulálunk a győztes és helyezett hajtóknak az egyes fogat kategóriában. Jogos a taps, ha köszöntjük őket. Ugyancsak bajnoki fordulóra került sor a kettes fogatok C kategóriájában. Ebben a kategóriában győztes Tóth Attila, a Kondorosi Széchenyi István Lótenyésztő Egyesület versenyzője. Jó, kipocsikázza magát most a Attila a hölgyekkel és a saját ügyelmény. Igazi szurkoló táborral érkezett Tóth Attila. Második helyen Németh Béla végzett, az Orosházi Szabadidő Park és Lovasport Egyesület hajtója. Között harmadik lett Sziki Sándor, aki a Sarkadi Lovas Klub versenyzője, Romániából érkezett hozzá. Helyen zárt Füszfa János, a Kondorosi Széchenyi István Lótenyésztő Egyesület hajtója. Kategóriában Kapocsi János, a Nagymárgocsi Lovasport Egyesület versenyzője. Hatodik lett ebben a kategóriában kettes fogatával Makovicki Rihárd, helyi versenyző az Aranykalász Lovas Klub színeiben.
Kedves közönségünk nevében is gratulálok a kategória győztes és helyezett hajtóinak. Kérem, tapsolják meg őket! A szabadidős kategóriában hárman mérették meg magukat, közöttük a legeredményesebb ma Virág László, a Siórétű Lovas Egyesület Gyula versenyzője. Második helyen Makoricki Rihárd végzett második számú fogatával. Ebben a kategóriában a testvér párbajban harmadik lett ifjú Makovicki Zoltán, aki szintén az Aranykalász Lovas Klub hajtója. Gratulálunk a szabadidős fogatók győztes és helyezett hajtóinak, kérek egy tapsot részükre. A délután folyamán hibaidős akadályhajtásban is bemutatták tudásukat a fogatók, így a Póni fogatók kettes fogat kategóriájában a hibaidős akadályhajtás versenyszám győztese Tojpa Mihály, az Orosházi Szabadidő Park és Lovasport Egyesület hajtója. Kérem, hajtson ki! Második helyezett lett a Bodor Lovas Klub sportegyesület hajtója, Búzs József. Harmadik helyen Németh Zsolt Ervin, az Orosházi Szabadidő Park és Lovasport Egyesület hajtója végzett. Adott ezékelek olyan, mint én. Félem, a lovakkal kell volna jönni. Otto, az legyen, ennyiben még fiatalok, két És végül a pónifogatók között negyedik lett Greg Szagerdő, az Orosházi Szabadidő Park és Lovasport Egyesület hajtója. Gratulálunk a győztesnek és a helyezetteknek! A nagy tapsot ne felejtsünk! Az egyes fogatók hibaidős versenyszámában Fülöp Adrien végzett az élen. Erényi Lovas Barátok Egyesületének hajtója. Köszönöm szépen!
második helyezett lett Kis Fanni, a Széchenyi István Lótenyésztő Egyesület hajtója. Harmadik lett Szabó Alexandra, a Siórék Lovas Egyesület Gyula hajtója. Gratulálunk a győztesnek és a helyezetteknek, és külön, hogy a hölgyek is ilyen bátran megmérettették magukat. Most jön a taps. És a fogatot nem engedtük el, hiszen a kettes fogat kategóriában a hibaidős akadályhajtás versenyszám győztese Tóth Attila, a Széchenyi István Lótenyésztő Egyesület gondoló versenyzője. Második helyen Makovicski Rihárd végzett, az Aszony Kalász Lovas Klub hajtója. Harmadik helyen végzett Németh Béla, az Orosházi Szabadidőpark és Lovasport Egyesület hajtója. Negyedik helyen Kis Zoltán végzett, Lovasi Foglalkozó Szabadidő Sport Egyesület sarkadversenyzője. Ötödik lett Závagyán Rihárd, a Széchenyi István Lótenyésztő Egyesület versenyzője. Lábon érkezik. Isten éltesse édesapádat 50. születésnapi alkalmából. Jó szórakozást nektek otthon. És végül hatodik lett ebben a kategóriában Virág László, Siórétű Lovas Egyesület hajtója. Kedves közönségünk, az önök nevében is gratulálok a győztes és helyezetthajtóknak ebben a kategóriában. Óriási tapsot kérünk. A díjaknak még nincs vége. Újkigyósváros önkormányzata ajándékcsomagot ajánlott fel a C-kategóriás egyes, C-kategóriás kettes fogat bajnoki forduló győztesének Tóth Attilának, melyet polgármester úr ad át.
Ez az úr, ne? Igaz, úr. Jó, akkor egy Istenek. Miután ugyanezen a fogaton foglal helyet Szabó Alexandra, akinek a Marotti család ajánlott fel külön díjat, ezért azt is átadjuk most. Marotti Csaba, az Újkígyósi Lovas Klub elnöke adta át, és polgármester úr gratulál. Újkígyós város önkormányzata és polgármester úr a legjobb kígyósi hajtónak is ajánlott fel egy külön díjat, aki nem más, mint Makovicki Rihár. Az Újkígyósi Lovasklub vezetősége és tagsága nevében Marotti Csaba, a Lovasklub elnöke, egy díszallaggal szeretné megköszönni polgármester úrnak a támogatást, amit remélünk, hogy a jövőben is megkapunk a lovas versenyekhez. Köszönjük! Elfogytak a díjaink és a külön díjaink. Tisztelettel megkérem a hajtókat, hogy egy kalaplevétellel köszönjék meg a tapsot, és ígérjük, hogy jövőre a kígyósi közönséggel ugyanígy találkozunk. Kedves közönségünk pedig most egy óriási tapsal köszönjön el hajtóinktól, további eredményes versenyévadot kívánunk, hiszen a fogadhajtóknak Békés megyében most kezdődött a lovas évad. Az induló hangjaira Busz József vezetésével egy tisztelettörrel köszönjenek el a Újkígyósi közönségtől. Kedves közönségünk, a hajtók nevében tisztelettel megköszönöm
az önök szeretetét és tapsát. Várjuk önöket jövőre is ide az újkígyósi lovaspályára. További nagyon kellemes nyarat kívánunk önöknek, és találkozunk augusztus 8-án Eleken fogadhajtó versenyen. Viszontlátásra!